Sziasztok, Marika vagyok. És megmutatom nektek, hogy ilyen egyszerű módon hogyan lehet ollót érezni. Csak így parasztosan tudjátok. Mikor nincs semmitek, csak egy ilyen kísérezőtök, meg egy ollótok. Belerakjátok az olló közé ezt a késélezőt, tudjátok, ilyen van mindenkinek otthon. Így belerakjátok és elfordítjátok abba a szögbe, ahol látszik, ahogy a srékség van az ollón. Tehát nem így, mint el akarnátok vágni, hanem így eldöntve. És húztok egyet rajta. Először csak lazán, hogy érezzétek, hogy nem így vágjátok, hanem megy ezen a kis élen ott. Ez az érező, meg ugyanúgy a másik felén is. Szóval csak lazán, nem szorítjátok agyon, csak lazán. Így. Így szépen húzogatjátok, és akkor, mikor már érzitek, akkor már lehet ilyen jó bátran. Úgy megérezitek vele az orlótokat. Jól csináljátok, mint én, és régen. Olyan éles lesz, mint a berezve a borotva. Ennyi elég is lesz neki. Törülöm, ha bár semmilyen nem lett, és akkor következik a szalonna vagdalás. Ugyanis zsírszalonnát fogok sütni. És én azt mindig ollóval vagdalom föl. Nem kapcsolok villanyt, jó, mert nem lesz ez olyan hosszú. Csak megmutatom így az elejét, aztán meg majd vége fel, vagy mikor sütöm. Levágok egy ilyen 2-3 centis csikot, és akkor szépen fölvágdalom. Döntjük szét a házat, vagyis a férjem mellékhelyiséget szedi le a csempét, úgyhogy 30 év után rákerült a sor. Jön a burkoló, és új csempe lesz, mert már nagyon-nagyon csúnya volt. Már mindenhol ki van cserélve, csak ott nem. Hát azt nem fogom megmutatni nektek, csak úgy elmondtam. Azért vannak ezek a háttérzajok. És akkor így körülbelül olyan egyforma formára, hát egyik vastagabb, másik vékonyabb, nem számít annyira. És akkor így az összeset megcsináljuk. És csinálom én egyedül. Mindig így csinálom. És nem rakok hozzá én se tejet, semmit, mert próbáltam, de nem lett olyan gyönyörű hófehér a zsír. Az igaz, hogy a tepertő, na magyarul ugye, tepertő, az szép lett, mert nem mondom, hogy kinél láttam, de tényleg a tepertő az szép lett. De a zsírszalonna nem lett hófehér nekem. Úgyhogy azt a módszert elfelejtem, úgyhogy csak simán megsütöm, nem vacakolok a tepertyőt, mi nem szoktuk úgy eszegetni magát, pedig finoman fokhagymával megmelegíteni egy kicsit a fokhagymát, egy cserpenyővel rádobni a tepertyőt. Hát úgy összemelegíteni a kettőt így egybe inkább. Nem külön, rosszul mondom. Olyan régen volt már gyerekkoromban, még a nagy szegénységben szoktuk azt csinálni. Együtt bele egy serpenyőbe, azt össze van melegítve. Hú, de jó volt. Na, mit akartam még mondani? Ja, úgyhogy nem csinálom tejjel. Mert nekem az számít, hogy a zsír szép fehér legyen, nem az, hogy a tepertő piros legyen, mondom, bedarálom, aztán én nekem jó az halványon is, meg hát úgyse lesz annyira halvány, mert azért megsütöm. Na jó, van, majd a sütéssel jövök, ez hamar megvan, közben egyszer-kétszer még megérezem, mert így nagyon jól fog, mondom, próbáljátok ki, egyszerű, először egy kísérleti vagdalás, és csak utána bátran, jó? Ezt már sok embernek megmutattam,
Úgyhogy mindenkinél bevált, remélem nálatok is. Az fog történni, hogy így fölteszem ezt a nagy edényemet, kisebbe is lehet, ugye ez körülbelül 2,5 vagy 3 kiló körüli zsírszalonna, hát lemérem. Ez pontosan 2,5 kiló, 1-2 deka ide-oda. Látjátok, milyen fokonalam van? Rá van írva, hogy zsír. Zsír. Most megint írhattok oda a videó alá, hogy mutogatom a fakanalat. Hát ezzel csak a zsír kevergetem itt. Hú, de zavaró a kopály. Pont itt kopáltuk a férjem. Mikor már jól áthevül ez az edény. Hát akkor már serceg. Akkor egy-kettőt beledobálok. És ugye azzal le kell negetem az alját, hogy ott legyen zsír. Én nem burogatok se vizet, semmi. Itt az a lényeg, hogy alul legyen zsíros. Tehát ott már kettőt beledobtam. Au. Nem szabad sokat beledobálni, mert oda ragad. Annyit, amennyit így kényelmesen megtudtok, így odébb tudtok löpködni. És akkor már látjátok, hogy van alul zsír, már úgy, hogy látjátok is, hogy te zsír, látjátok? Egy kicsit már nem figyel az ember, mert pillanat alatt oda ragad. Ha így csináljátok, mindig nagyon jól sikerül, meglátjátok. Addig gyorsan kevergetni kell, míg ott alul nincs egy kis zsír. Nem muszáj ennyi se beledobni, pedig hát ez nem sok, látjátok. Kevés. És akkor folyamatosan adjuk hozzá, amíg minél több zsír nem lesz. Ha már annyi van, amennyit be nem tud leírni, akkor már akár az egészet is oda lehet burítani. Nem kell ide víz, meg nyavaj a kórság. Tej az nem arra szolgál, mondjuk azt nem mondom. Hogyha valaki tényleg arra megy, hogy tepetőt akar összegetni, az nyugodtan csak teljesen. De nekem így nem javál, bemondom. Látjátok már mennyi zsír van? Most már pakolni kell, mert az egyik el egy székre, a másik meg még sehol se lesz. Na, így kell csinálni a jó kis zsírszalonnasütést. Nem kell egyszerre az összeset beledobni, azért elsetitek. Mert ide-oda leragad. Te se tudjátok tenni. Most csak pazarlásra, meg odaír. Mindig dobtok vele annyit, hogy elveszítse már a nyelv színét. Szegény szosza. És akkor megint dobtok vele. Még az összes vele nem kerül. Ennyit érdemes venni így házilag, mert ezzel el lehet bírni, nem tart sokáig. Most nem tudom, 4-5-kor álltam neki körülbelül, délután 4-5-kor. Két óra alatt megvan, teljesen pikpak. Ja, hát az is munka, ahelyett feküdhetnék, ülhetnék, de nem szabad annyit üdögálni, abban csak tönkre megyünk a munka életet. És a nyugdíjasnak úgyis kevesebb dolga van. Ezt meg már mind bárgultam. És mikor már látom, hogy elég jól van lég, akkor viszont már kisebbre veszem ám a hőfokot, most nagyon van. Ugye mennyi mindent elmondok én így nyugdíjasként? Hát én nem szeretek unatkozni, annyi mindent csinálok, hiszen látjátok, hoppa, látjátok. Én még dolgozni is visszamentem volna nyugdíjasként. De
nem akartam azt hallgatni, hogy milyen jó neked, mennyit keresel. Megkapod a nyugdíjat, meg még a fizetésedet is. Meg az a mondásom, hogy a nyugdíjból meg kell élni. Én is csak azért álltam ennek a YouTube-odásnak neki, mert kedvet kaptam. De most már látom, hogy tönkreteszi mindenemet ez a sok videószerkesztő, úgyhogy muszáj volt, amit itt az egyik videóban, hát nem az előtti, de előbb fölraktam, ugye ez mire fölkerül, két hét is eltelik. Mert ugye hétfő van, tegnap boldogság, akkor raktam fel azt a reklámos videót, de hát ez soká fog fölkerülni, mert még sok videó van előtte, ami még nincs nyilvánosan. De állandóan valamit tudok fölrakni, hát ilyet nem értem. Akkor egyszer azt mondtam a férjemnek, hogy én nem tudok már mit fölrakni, hát nincs semmi ötletem. Akármihez nyúlok, mindenről az jut eszembe, hogy erről tudnám videót csinálni, megfertőzött, teljesen megfertőzött, komolyan mondom. Már nem is arra törekszek, hogy hú, mennyi feliratkozó, hanem már rakja fel egy videót. Egyszer az is számít, mert ahogy mondtam, a laptopon az nagyon tönkre, mert pedig a Péter, aki adta a selfie botot nekem, az adott nekem egy hűtőpadot is most csak úgy ingyen, mert ő neki már nem kellett, hát most mondjátok meg milyen rendesen, de... És ugye jó, tényleg amikor állítja össze a videót a laptopom, akkor tényleg hűti, de hát attól nem lesz ugye lassabb, vagy gyorsabb, akkor is éppen olyan lassan működik, csak éppen nem forrósodik föl a motor. Tisztíthatom én azt, akkor is csak forrósodik, mert ugye nem bírja már a, mit tudom én, milyen processz, nem értek ám hozzá annyira, vagy sem annyira nyitál. Nem mondok semmit. Meg hát a meghajtók is tele vannak. Őrület, mi van abban? Hát miért nem lehet ott rendet rakni? Nem tudom. Na jó van, hát kit érdekel, igaz? Kit érdekel ezt titeket? Jó van majd, hogyha már jól megsült, akkor mutatom. Már van alatta jó 2 centis lé zsír. Most már kisebb lángra vettem. Hát olyan... Lehet, hogy 3 centis is alatta a zsír. Kisebbre vettem, olyan közepesre, hogy ne forjon annyira, ugye eddig kellett neki a hő, de most már nem kell annyira. És akkor nem is kell annyira mellé állni, mellette állni, pontosabban. El lehet innen azért közbe futni egy-egy pillanatra, ha valami más munka is van. Látjátok, most fönt is látom. Látjátok már, milyen jó állapotban van? Hát, ha igazán jó zsírt akarunk, akkor addig kell főzni, amíg van habja. Ha már nincs habja, akkor jó. Meg hát ez a tepertő is jól nyomorodjon össze. Ez a szalonna. Mert ez még csak szalonna. Még nem jó, ez még fél óra legalább. Hát még 10 perc vagy mennyi, hogy nekiálltam az egésznek, ugye, vagdalásnak, mindennek, úgyhogy nem olyan sok munkám. És finomabb, mint a bolti. Én is néha veszek boltba, van ahol szürke, van ahol fehér íztelen, úgyhogy mindegyinek kínja van. Még akkor azt mondtam, hogy így a legjobb megcsinálni, és el van 1-2 hónapig elég. Ugye az ember sok olajat is használ. Nagyon habos, látjátok. Most nézzétek, milyen habos, mintha mosópor lenne. Őrület. Mit etettek ezzel szerencsétlen állattal? Már lebeg a szalonna, pirosodik is, nem tudom mennyire látszik.
De még havos, még nem jó. De ha úgy járnátok, ha elkészítenétek, hogy még mindig havos, de már a szalonna, vagy hát már az több tepertő lesz lassan, az már nagyon-nagyon piros, már szinte akarna feketedni szinte. Hát azért nem van. De még mindig havos, hát akkor ki kell rám szedni, nem lehet megvárni. Hát akkor ez éjjel lett, akkor habos zsír lesz, az utána úgyse látszik hárban szűrve. De törekedni kell rá, hogy a hab az innen eltűnjön. Nagyon habos, de nem annyira, mint az elején. Mikor ez készül, ez a videó, akkor körülbelül meg lesz a 2000 feliratkozón. Köszönöm nektek. Arra nézzetek, egy beesett az edény alá. Azt mondják, hogy nem számít, hogy mennyi feliratkozó van, nem az számít. Hát akkor mi számít? Mikor még az egymilliós feliratkozó, akinek egymillió feliratkozása van, még mindig könyörök, hogy iratkozzatok fel a csatornámra. Én nem azért könyörögtem, én csak azért, hogy aki nézi, az egy reklámot engedje legalább. Úgyis csak az iratkozik fel, aki akar. Én nekem is hiába könyörögnek. Ha nem tetszik, nem iratkozok fel. De azért fel vagyok olyanra is iratkozó, aki nem tetszik, azért, mert amit csinál, de szimpatikus ember, és feliratkoztam rá, igen. Van olyan nálam is, és meg is nézek neki majdnem minden videóját, nem is egy van olyan. Ugye, amit mutogat, az annyira nem jön be, de maga az ember szimpatikus, és akkor megnézek mindent. Igen, ha van időm. Nézd meg. Reklámot is engedek. Nem azt mondom, hogy mindenkinek minden reklámot engedek, mert például nem mondom a nevedet, lehet, hogy nézel most, de 3-4 órás reklám volt az elején, fél óráig bírtam, komolyan. Fél óráig, hát sajnos tovább nem. Hát olyan nincs, 45 perces reklámot berakni. És ez a második reklám volt, az első ugye megy, de azt nem lehet leállítani. 45 perces, hát le is fotóztam a monitort, hát a férjem nem hitt el, hát megmutattam neki, hogy itt nem tessék. De ezt miért csinálják? Hát ki az a hülye, aki az végignézik. Ugyanúgy érdekes voltam, de hát ha nem azt akartam nézni, akkor most miért kényszerítik rá? Hát most már zörög ez a tepertő, vagy zsírszalonna, de most már mondhatom tepertőnek. De még nagyon halovány, ugye még habos is, de már nem annyira, úgyhogy még várunk vele. De figyelni kell, el ne égjen, mert azt akkor meg azért lesz fekete a zsír. Ugye ezt csak azoknak mutatom, akik úgy sütöttek volna zsírszalonnál, de nem mertek neki állni, mert hát nem tudták pontosan, hogyan kell. Na, most megcsinálhatjátok, mert ennél részletesebben már nem lehetem magyarázni. Ami mindig habos, de nem annyira. Különben a tepertőt a húsboltokban aranyáron mérik, ugye tudjátok ti is. 2500, vagy nem is tudom mennyi kilója, vagy több. Látjátok, mindjárt jó. Egy kicsit még habos, de lehet, hogy nem várom meg, hogy teljesen eltűnjön. Bár kislángon, bár nem kislángon, de nem nagy lángon van. Tehát nem is a legkisebbike, mert akkor nem forna, de már nagyon, nagyon jó állapotban van. Itt a tepertő ugye nem lesz piros, hát olyan halovány, hogy ihaj. De darát tepertőnek jó lesz, meg majd pogácsának, ugye utána egy kis pogácsa van a videóimra kattintva, mert készíthetitek, nagyon fincsi. Hú, a fiam nagyon szeret, én is. Nem lehet leállni az evésével, úgyhogy vagyok ura, azoknak nem ajánlom.
Hát ez mindjárt jó. Igen, zörög már. Ha jól zörög a tepertő, akkor jó omlós lesz, ha ki van nyomva. Na még egy 5 perc, aztán kész. Most én úgy szoktam csinálni, most már jó, de nem veszem le a... Szóval nem zárom el alatta, mert akkor lesüljön a tepertő. Ide húzok egy másik edényt. Ez még a szüleimé volt ez a... Hát ők a nem krumpli, hiszen hogy krumpli másra használtak, hát lehet, hogy arra is. A tepertőt szokták át nyomni rajta. És nyomták át rajta. Így, és akkor megpakolom. Mondom, nem zárom már, mert akkor lesüljed. Nem tudom, láttok valamit? És akkor... Most nem jól csináltam, mert ide oda akartam belenyomni. Viszont... Egy ruhát tettem alá. Az alá az edény alá. Jaj, most megint látjátok, megint úgy csinálom. Nem akarok itt tepérni már. Van egy másik krumpli nyomom, azt szoktam használni, csak mondom, ezt veszem elő, és ugye a zsírba nyomom vissza a zsírt. Nem nagyon, így is igen meglapogatom. Látjátok? Nem tudom látni ezt. Nincs nagy erőm, de megnyomtam jó tisztességesen. És akkor így szépen az összeset így belemerített, nem sok az egész, tehát csak 2,5 kiló zsírszalonna volt. Ki lehet jól is nyomni, de akkor igen száraz lesz a tepertő. Mondjuk nekem mindegy, mert én mikor ledarálom, akkor még rakok hozzá zsírt is. Ha úgy veszem, akkor is mindig rakok hozzá zsírt. Na így az összeset megcsinálom. Jó szó lesz ez a videó. Ez már az utolsó. Szétnyomkodjuk. Látjátok, milyen jó kis tepertő lett. Ilyen kis laposak. Megkóstolok egyet. Még beteg leszek tőle. Kis sókeledónaja. Ezt egy pillanatra hagyjuk. Ami ugye kinyomtam a szalonna belsejéből, az még forrósodjon át. Hát ha legbelül még volt egy kis nyersség, ha bár kétlem. Pontosan megmondom nektek, az egész mindennek 1,5 órája adtam neki, a vagdalástól kezdve minden. Persze, ha majd beleszámolom a mosogatást, minden, akkor tényleg 2 óra. Gyönyörű a zsír, jó sok lett. Jó, ennyi elég. Már is zárhatom. Belenyessen a telefonom a zsírba, mert azt akkor tényleg bennem kell. Azért ezt se látjátok. Na és akkor szépen ide elemárjuk.
Látjátok, itt van egy ilyen nagy, ilyen, mi ez, ilyen fém, ilyen zománcozott ilyen szűrő. És akkor ebben beleraktam egy ilyen gészszerűt, vagy nem tudom mi ez, nekem van ilyen, nem húgomtól kaptam. És akkor azon átszűröm, ilyen csak konyharuha. Az összeset átszűröm, na, féljen megint kifarcsol. Nézzétek meg, milyen gyönyörű lett. Lett olyan két liter, két és negyed, de általában úgy szokott lenni, amennyi a zsírszalonna, ugye az 2,5 kiló volt körülbelül, ugye, úgy azt mondtam, 2,5 kiló, akkor olyan 2,5 liter ez. Hát ez sokáig elég lesz, 2-3 hónapig is nekem mindenhez nem használok. Amihez nagyon muszáj zsír, hal, tudom én, tudjátok, amihez nagyon muszáj sült hús, amihez olaj nem jó ilyenekhez. Vagyis hát hús sütni, azt is fogok megmutatni hamarosan. Jó van, hát most már más nem tudok mutatni, remélem elkészítitek így, ha eddig nem mertetek, de szeretetek volna zsírszalonnát sütni. Ez biztos, hogy ha ezt követitek, akkor jól fog sikerülni. Mondom, nem kell ilyen, amivel én szültem, ez a géz, vagy nem tudom, az hol lehet beszélni, konyharuha is jó, azt utána kimossátok, vagy kifőzitek egy kis mosószeres vízbe, vagy jól kimossátok, kimegy ám belőle a zsír. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót, remélem egy ötletet adtam. Legyetek bátrak! Én örök életemben megcsináltam, talán már 22 éves koromtól, biztos, vagy 25, nem tudom, mert lehet, hogy 22 éves koromban még kaptunk a szüleinktől, de 25-től már biztos, mert akkor már Szombathelyen laktunk, és akkor én már emlékszek rá, hogy Kumbéla utca, vagy milyen utca volt az, egy Rumi út? Aha, ott volt egy húsbolt, oda jártam mindig venni zsírszalonnát. Jó, örülök, hogy végignéztétek ezt a videót. Sziasztok! Egészségünkre! Gondoltam, megmutatom, ha bár már elköszöntem, hogy milyen lett a zsír, hát ha látni akarjátok. Ilyen jó kis fazekam van, mi? Ez is 1000 éves. Ezt még szerintem anyukámtól kaptam. Most nézzétek meg, milyen hófehér. Itt, ahol semmi nincs hozzáadva, se víz, se tej, semmi. Mind a hó. És ez, amelyikhez van tej adva, hogy piros legyen a tepertő, alig jött a nyelvemre, a tepertő, az mennyiben másabb színű. Hát nem tudom, hogy pontosan meg tudom-e mutatni, de látni. Azért, ha nem akartok piros tepertőt, akkor érdemes, akárhogy fordítom, minden ugyanez a fehérebb. Ugye? Gyönyörű. Itt a tepertő szép volt, de a zsír nem annyira szép, és aki azt mondja, hogy ez önálló fehér, hát én azt el nem hiszem, csak ha látnám ott, ahogy csinálja. Mert akkor a zsír nem lesz hófehér, ha van hozzáadva. Olyan hirtelen megkapja a tejtől, akármilyen keveset rakok hozzá. Hát én úgy próbáltam, nagyon keveset raktam. Jó módszer, ha tepertőt, szép pirosat akartok. De a zsírnak nem tesz jót. Jó, ezt én ide beleteszem. Vissza, de is nyomom, ez a kanál majd ott jó lesz. Ha megyek a spájzba kanál nélkül edénnyel, hogy hozom a zsírt, és akkor kanalat meg elfelejtek vinni. Úgyhogy ez így úgy fog lenni, nem lesz neki semmi baja. Ezt én majd közben használgatom. Na,
Most aztán tényleg elbúcsúzok, mindent megmutattam. Sziasztok!